Csupa jó ötlet a ma reggel is Start Pluszban. Most éppen arról fogunk beszélgetni, hogy keresik Budapest hangját, kottáz le a város moraját, erről szól egy felhívás. Zséde az egyik vendégünk, akit fel is kértek, hogy akkor Budapest hangját találja meg, illetve a Magneoton igazgatója Jós István. Jó reggelt kívánok! Tehát, hogy 11 felkért művész van, 3 hely viszont kiadó. Ki kell vagy még 11-ed magaddal? Úgy szerintem egy fantasztikus csapattal, nagyon különböző előadók. Köztük van a Honey Beast, Charlie, Keresztes Ildikó, Radics Gigi, Segíts Pisti, Király Viktor. Kompakt diszkó. És akkor széles. Neked meg is van a dalod? Hát most készül, igen. Mi volt az inspiráció, vagy egy ilyennek hogy áll neki az ember? Szerintem ez egy nagyon szép feladat, meg egy nagyon kihívás is, meg tisztelő is, meg úgy gondolom, hogy minden alkotó embernek, minden művésznek van erről mondani valója, akár milyen aspektusból, hiszen annyira színes a város, annyira lüktető, annyira minden évszakban más arcát mutatja. Hát nekem például azt jelenti, ugye az álmaim, ahol az álmaim valóra váltak. Úgyhogy biztos, hogy hát már megvan a dalom, egy nagyon pozitív töltetű dal. Van kedvenc helyed Budapesten? Én a hidakat nagyon szeretem, meg a rakpart részt. Este? De igen, de a belvárost is imádom. Igen, egyébként egészen fantasztikus látvány, hogy Budapest éjszaka, este, jó, hogy hát nyilván nappal is, de nem csak azért, mert apámnak szoktam néha mondani, hogy annál felemelőbb, gyönyörűbb érzés, ahogy mész át a hídon, látod az épületeket kivilágítva, és nem hiszed el, hogy te tulajdonképpen itt élsz. Hagyjuk most azt, hogy hogyan működik a 3-as metró, meg mit tudom én, tényleg egy csodálatos városban élünk. Hogyan lehet pályázni István arra, hogyha valaki azt mondja, hogy én szeretnék mindenféleképpen ebből a 3 helyből az egyikre jelentkezni? Egy demódalt kell küldeni, vagy mi a feladat? Egy kis inspirációként mondanék azért egy példát, egy megközelítést. Ugye azt mondják, hogy hogy lehet 14 dalt, vadonatúj dalt írni Budapestről, ugye azonos téma. Az jut eszembe, hogy van a világ legnépszerűbb barna itala, ami nagyon sok különlegeset nem lehet elmondani róla, habzik, pezseg, néha hideg, de arról hogy lehet évenként írni valamit? Csak egy érzést lehet hozzátenni. Hát ehhez képest Budapest úgy gondolom, hogy sokkal, de sokkal színesebb, és sokkal több rétegből áll a megközelítést illetően. Tehát válaszolván, hogy igenis lehet, nem 14-et, 140-et is lehetne írni. A pályázás ugye az egy nagyon egyszerű dolog. Ha valaki úgy gondolja, kedvet érez, van ötlete, akkor van ennek egy honlapja. Gondolom, hogy a budapestdal.hu, az gondolom nem életveszélyes kimondani. Igen. Ja, nem. Sőt, nyugodtan egyébként nehéz lenne jelentkezni. És egyszerűen ott van egy adatlap, kitölti, ki vagyok, mi vagyok, föltesz egy fényképet, és fel lehet tölteni a dalt. És ez abszolút minden részlet ezen a honlapon tökéletesen elolvasható, bárki írhat, nincs korlátozás. Na most mi történik akkor, hogyha minden hely elkelt, beérkeznek a jobbnál jobb dalok? Úgy képzeljük el, mint ez egy olyan megmérettetés lenne, hogy mondjuk készítsék el Budapestnek idézőjelesen a himnuszát. Van egy zsűri, egy szakmai zsűri, és a közönség is szavaz. Értem, és akkor a szakmai zsűri meghallgatja ezeket a dalokat, aztán jön a közönség, kitolnak szavaznak minden dalt, igen. Gondolom, és akkor lehet szavazni rá, és aki nyer, mondjuk, hogyha te nyerdél, akkor mi történne, Zséda? Hát 1 millió forinttal gazdagabb lesz. Jó, van egy pénznyeremény. Igen. Van egy, tulajdonképpen ez nem egy verseny. Én szeretném azt tisztázni, hiszen ez a 11 előadó, akit felkértek, szabad kezet kaptak, arra vonatkozol, hogy amit ők gondolnak, nem kell kimozdulni a saját zenei stílusokból, az üzenetükből. Fogalmazzák úgy meg azt a dalt, hogy ők gondolják. De nagyon fontos egyébként, ez egy nagyon jó ötlet, tudjátok? Mert ez most jutott eszembe, aki jár a Margit-szigetre, én mindig meghökkenek azon, egy tök jó ötlet volt ez is, tudod, a zenélő szökőkút. Jaj. Annyi turista vonott, hogy egy zenére igen, fényeket igen. Kitalálták, és akkor hogy lövel ki a vissugár, és tök menő dalok mennek. Ugye ott is megy komoly zene, popzene, folklor, stb. Mert lehetne ezt a dalt ott is játszani akkor. Vagy például az Závodiékat kifejtettük a felsorolásból, Berkes és Závodi, ők például az óriás kerékről
fognak írni. De akkor ez azt jelenti, hogy te nyomon követed, hogy a többiek mikről írnak, hogy belehallgatták. Nem, inkább van egy ilyen belső egyezmény, azt gondoltuk... Senki nem írhat jobbat a Zsédánál. Azt gondoltuk, hogy megtesszük azt a szinte evidenciát, hogyha valakinek megvan a dalszövege, akkor szépen a 11 felkért nek elküldjük, hogy miről szól, uh-huh. hogy ne ugyanarról a témáról írjon, és a végén derül ki, amikor már nincs visszaút. Uh-huh. Tehát aki előbb elkészül valamivel, uh-huh. azt körbe küldjük, legalábbis a szövegét, hogy mi az alaptéma. A szöveged neked már megvan? Az még nincs, a zene már megvan, most íródik. És az neked segítség, vagy pont, hogy nem szeretsz belehallgatni ilyenkor a többiekébe? Nem, nekem erről elég konkrét elképzelésem van a sajátomról, és nem gondolom, hogy ez másnak is eszébe jut. De hogyha meg úgy alakul, az is... Az de ez egy lirikus dal a tiéd, hogyha már az nem, álmok... ez egy pozitív... Jó, hát még lehet lirikus, nem? Tehát, hogy egy kicsit hát maga a gondolatisága az lesz, középtan. És benned, hogy hogy jön, hogy egyszer csak úgy keltél föl, vagy azért hosszan csiszolgattad, ez nem, hogy ez született egy, meg? Most éppen elkezdtem az új lemezen dolgozni, és ennek kapcsán találkoztam. Még nem árulom előtt ki a zeneszerző, mert egy nagyon örülök, hogy vele dolgozhatok együtt, és az egyik dalt erre szánjuk, amit együtt csinálunk. Pont mondtam Emiliának, és nem hitte el, hogy van ilyen, hogy én magam, amikor tömegközlekedéssel utazom, is megfogalmazódnak, teljesen fiktív, tehát önmagamban termelt dallamok, és hogy milyen jó lenne ezt egyszer így diktafonra gyorsan ledudolnom magamnak, nem? Hogy me lehet, hogy nyernék. Hát van, amikor egy szó, egy bemondás elég ahhoz, hogy valami nagy sláger legyen. Tehát valamikor egy feljegyzés az nagyon sokat hozhat. Na, hát lehet, hogy megfogom ezt a tanácsot. Igen, elég erős a mezőny azért. Tehát, hogy nem azt baj, érzed, de nem baj. Igen, igen. Próbálni kell. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Mi és köszönjük. Szerintem az eredményről majd be is fogunk mi magunk is számolni. Köszönjük szépen. Köszönjük.